Óriás méretű textilalkotás a Nándor Galéria falán. Szépé varázsolja a környezetét Zsigray Eszter fali képe. Hasonló munkáival már találkozhattunk Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyed Kemence galériájában. 5 éves lévén már több művésztelepen alkotótáborba megfordult és gyarapította tudását, művészetét. Egy hétig tart ugye egy ilyen művésztelep többnyire, és hát igazából tök nagy szabadság van, így természetben járás, meg ilyen nagyon építő a közösség is. Lehet együtt dolgozni is akár, vagy el is vonulhatunk, de hogy közben este vannak ilyen közös előadások, vagy beszélgetések, amiken így, tehát ilyen csapatépítő jellegű ez az egész. Többnyire kész tervekkel indulok neki az ilyen művészelepeknek, de szerintem az is jó, hogy így körbe lehet járni, és akkor így inspirálódni a környezetből, a természetből, akár lendártot csinálni, ami ott helyben készül egy hirtelen ihletettség kapcsán. Ez már egy régebbi tervem, csak így most kezdtem így el, és hát ott kezdődött el a folyamat, de végül így otthon dolgoztam tovább rajta. Éjjeleket is fent voltam, mire így kész lett. Ez egyszerre egy ilyen képi, vagy ez egy ilyen képzőművészeti alkotás, képként is így jól működik, de hogy van több más funkciója is, mint például, hogy használható, mint kabátként, vagy esetleg takaróként is lehet alkalmazni. Szóval, hogy korábbi munkáimban is ez így visszaköszön, hogy így a funkcióval, meg így az ipar és képzőművészeti határvonalakat így súrolom, vagy ezeken így gondolkodom. Lehet azt mondani kicsit, hogy így a technikai megoldás, vagy az, amit én érdekesnek találok technikákat, azoknak a megszállottja vagyok, és azokat így kutatom végül is, és itt megjelenik cianotípia, meg hát ilyen szintetikus anyagok, amiket úgy vásároltam, igen, meg hát így ilyen téri, meg ilyen sík, tehát hogy most ezek jelennek meg ezen a munkán. Egy merőben más gondolatiság vezérelte Boros Mihály negyedéves művészeti karos hallgatót. Balatonfülén volt a nyáron Ádám Zoltán művésztelepén, majd augusztusban Hegyi Csaba és Losonci István művésztelepén alkothatott. Sokfajta festési stílussal foglalkozik. Mostani alkotása egy precíz, pontos, talán úgy is mondhatnánk, gépi struktúrába viszi nézőjét. Mostanában mindenki nagyon érdekelnek azok a tehát mindenféle mesterséges konstrukciók és az közben az olajnak, mint a technikának az elsajátítása érdekel nagyon, meg a szürkéknek és a rideg színeknek a kikeverései és nagyjából ezek a képek ennek a kísérletezései. Mindenféleképpen nagyon sok időt akarok eltölteni a tanulással, a képalkotási tanulással és folyamatokkal. Minden évben úgy kezdődik a szemeszter, hogy a hallgatók nyári alkotótáborokban készült munkáiból kiállítást rendeznek. Idén 5 művésztelepen dolgozhattak a fiatalok. Az ilyen kiállításokat korábban a művészeti karon rendezték meg, most a Nádor Galéria ad otthont a műveknek. Volt 2 darab alkotótáborunk a Gyimóti villában, Nagyharsányban. Ez régi helyszíne már az alkotótelepeinknek. Ugyanígy Füle, Tolvajorsolya segítségével, illetve a Bicsérdi alkotótelepen is voltak hallgatóink, és most augusztus végén a sokszorosító grafikai művésztelepnek a munkái, amik készültek, azok is itt vannak ezen a kiállításon. Az alkotótábor inkább egyéni munkaprogramoknak a területe, ott kevésebb az a fajta tanári instrukció, ami évközben az egyetemen jellemző. Többnyire a hallgatók a saját maguk által kedvelt területet kezdik el jobban kibontani, de ugye ott nincsenek olyan perfekt műtermi körülmények egy ilyen alkotótelepen. A technikai apparátusoktól kezdve, tehát airbrush készülékeket, vagy
Hát szóval nagyon, nagyon ott nem tud az ember annyira berendezni aprólékosan egy műteremasztalt, mint ami az egyetemi műhelyekre jellemző. Egy kicsit a találékonyságnak, a spontanitásnak, a leleményességnek inkább a terepe a művésztelep. Az alkotóterep azért inkább az akrilfestészetnek, a kompozit műfajoknak a világa. Természetesen a klasszikus tájfestészetnek a vízfesték és akvarell technikái is jelen vannak. Az olajai festéket mondom, azzal ez a probléma, hogy az azért az egy lassan száradó műfaj. A tárlat megtekinthető Pécsen a Nádor Galériában szeptember 30-áig.